Köszöntöm a nézőket! Magazinunk mai adásában az Összefogás a Bajai Cicákért Egyesület legújabb kezdeményezésével foglalkozunk. Emellett ellátogatunk a Jeromos Állatmentő és Természetvédő Egyesülethez is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Formabontó módon népszerűsíti az örökbefogadást az Összefogás a Bajai Cicákért Egyesület. Az aktivisták ezúttal ismert bajaiak közreműködésével és Willy Monika fényképész segítségével hívják fel a figyelmet a gazdátlan négylapúak támogatására. Stábunk is betekintést nyert az alkotási folyamatba. Pózoló modellek és villanóvakuk. A fotostúdióban gyakori jelenség, az azonban viszonylag ritkán fordul elő, hogy a manökkenek helyett négylábú állatok kerüljenek a középpontba. Októberben pontosan ez történt Willy Monika műtermében. Az Összefogás a Bajai Cicákért Egyesület ugyanis egy egyedülálló kezdeményezést hirdetett, amely során az aktivisták az örökbefogadásra buzdítják az állatbarátokat. A Vedd észre őket kampány során közismert bajai embereket kértek fel egy fotózásra, hogy az így készült album segítségével hívják fel a társadalom figyelmét a gazdátlan kedvencek támogatására. Ez az év nagyon nehéz volt az állatvédelem, és különösen a macskamentés számára. Az Összefogás a Bajai Cicákért Egyesület jelen pillanatban is több mint 80 macskáról gondoskodik. Ez egy nagyon nagy szám. Az örökbefogadások száma pedig ehhez a mennyiséghez képest elenyésző. És nagyon sokat gondolkodunk azon állandóan a kolléganőkkel, hogy mit tudunk tenni, mit tudunk kitalálni azért, hogy minél inkább felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy ezek az árva állatok, ezek az árva macskák gazdira várnak, felelős gazdikra nyilván. Hát jött egy ötlet. Ez az ötlet egyébként nem annyira új keletű. Egy néhány évvel ezelőtt Agócs Nóra, aki Bajai és a Budapesti Operett Színház tánckarának tagja, meg a Bajai Fiatalok Színházának is tagja, felvetette már azt, hogy kellene valamilyen közös fotózás emberek és cicák kapcsán, és ebből valamilyen kampányt szervezni. És jó darabig csak érleltük ezt a gondolatot, meg félretettük, meg elővettük, és akkor egyszer csak jött a sugallat, hogy most van itt az ideje ennek, és ezt egy kicsit tovább fejlesztettük. Megkerestünk 13 olyan bajai személyiséget, akikről mi magunk úgy gondoljuk, hogy ismertek, közismertek, népszerűek, hiteles, önazonos emberek, olyanok, akik ha valamit mondanak, akkor arra nagyon sokan odafigyelnek, sokan követik őket, sokan hisznek nekik, és ha ők odaállnak egy ügy mellé, akkor az adott ügynek ők csak jót tudnak tenni. Kiválasztottunk 13 ilyen embert, és nekem óriási öröm volt, hogy az első szóra mind a 13 ember igent mondott. A kétlábú modellek kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy azok az élet különböző területeiről érkezzenek. Végül művészekből, média szakemberekből, katasztrófavédőkből és sportolókból állt össze a csapat. A tagokban egy a közös, mindannyian nagy hangsúlyt fektetnek az állatvédelemre. Azok az emberek, akiket kiválasztottunk, természetesen legyenek szépek, legyenek dekoratívak, de ezek az emberek nem csak azért szépek, mert a külsejük alapján áradó vonzalom teszi őket szépé, hanem azért is nagyon szépek, mert a lelkük gyönyörű, és ezzel a gyönyörű lelkükkel álltak oda az árva állatok mellé, és vállalták azt, hogy mindannyian egy-egy gazdátlan árva cicát a kezükben tartva odaállnak a fotós lencséje elé. Na most nyilván ez a történet sehol nem tudna megvalósulni, hanem lenne egy olyan fotós is, aki vállalta, hogy ezt a nem kis feladatot elvégzi, és ezért hatalmas hála és köszönet illeti Willy Mónit, aki a műtermében vállalta ezt a munkát. És hát lássuk be, egy macskát fotózni azért nem egyszerű, ezt gondolom, hogy tudja mindenki, akinek van otthon macskája, hát nem kutya, nem tudjuk neki azt mondani, hogy most marad, fekszik, ül, pitizik, csinál be, nem csinál semmit, a macska azt csinál, amit akar, úgyhogy ha azt akarjuk, hogy a macska pózoljon, akkor ott nagyon furfangos módszerekkel kell élni. Hát Móni ezt remekül veszi, az akadályokat. Még nem fordult meg az a cica a műtermében, aki ne kapott volna tőle kedves szót, simogatást, nyugtatást, és valahogy úgy éreztük, hogy az ő lénye annyira passzolt, annyira összerezgett a cicákkal, hogy megnyugodtak tőle, és ha nem is mindig azt tették, amit szerettünk volna, de tény a tény, hogy nagyon édes, aranyos pillanatok jöttek ki belőle.
alapvetően állatbarát vagyok, és hiszek benne, hogy így esetleg tudunk segíteni ezeknek a cicáknak, és ez azért is nekem is nagyon fontos ügy. Nagyon nagy kihívás. Én természetfotózással kezdtem, sok állatot fotóztam, illetve kutyákat is szoktam fotózni, velük azért sokkal egyszerűbb a dolgom. A kutyák sokkal jobban taníthatóak, motiválhatóak. A cicákról ezt nem mondhatom el, tehát azért tényleg nagy kihívás, de azért velük is jó képeket lehet csinálni. Annyi, hogy ugye volt a fejemben egy kép, hogy majd milyen fotók fognak itt születni, hát abszolút nem olyanok, tehát a cicák ezt teljesen felülírják, de szuper lesz a végeredmény szerintem. Igyekszem állandó világítást használni pont azért, hogy a villogás ne zavarja meg őket, de hát egy idegen környezetben vannak, ezért ez látszik, hogy feszélyezi őket. A felkért szereplők örömmel vállalták a feladatot, még akkor is, ha a cicák néha megnehezítették a fényképész és a modellek dolgát. Bölcskei Martin neve sokak számára lehet ismerős. A fiatal mentőtiszt számos alkalommal állt már valamilyen jó ügy mellé. Egyik éppen a Baja Hőse díjat is elnyerte, amelyet civilek szavazatai alapján ítéltek neki. Martin nem csak támogatja a négylábúakat, maga is többszörös állattulajdonos. Nagyon örültem a megkeresésnek, hiszen fontosnak találom mind az embereken való segítséget, mind az állatokon. Van egy kutyám, illetve egy kaméleon, illetve a mentőállomásról van egy mentett cicánk párommal, és vele is el vagyunk nagyon. Ez a cicás összefogás ez nagyon, nagyon jó ötlet, hiszen nagyon sok bajba jutott állat van, most ugye a cicák főleg, és szerintem rengeteg most a felelőtlen gazdi is, és próbáljuk arra toborozni az embereket, hogy felelősség teljesen fogadjanak be állatot, és vigyázzanak is rá, ne csak legyen náluk, hanem akkor utána vigyázzanak továbbra is rá, mert rengeteg a kóbor macska. A bajai televíziót is felkérték a fotózásra, egy Margit Edina főszerkesztő is látható a képeken. A sportolói szférából többen képviseltették magukat. Deli Pálinkás Anikó a hétköznapokban a Sugovica Sport Egyesület röplabdásait edzi. Ezúttal azonban a testmozgás fontossága helyett a gazdátlan kisállatok örökbefogadására hívta fel a figyelmet. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezt, hogy ilyen módon hívják fel a bogiék a figyelmet a mentett állatok örökbefogadására. Ugye szörnyen sokan várnak gazdára, és sajnos valóban nagyon sokat kell reklámozni, és hírét adni, hogy ezeknek az állatoknak gazdára van szükségük. Nagyon jól éreztem magam, sikerült kiválasztanom egy olyan kis cicát, egy olyan izgága kis cicát, mint amilyen talán én is vagyok, de nagyon, nagyon kedves volt, barátságos volt, jól éreztem magam. Amíg a szülői házban voltam, mindig kutyáink voltak. Mióta megszülettem, azóta voltak kutyáink, most pedig egy macskánk van, az ő neve Fülöp, egy hatalmas macska, de nagyon barátságos velünk, és a gyerekek is azért szerintem szükségük van arra, hogy legyen egy házi állat otthon. Többen maguk is a cicamentőktől fogadtak örökbe négy lábút. Vereckei Zsolt, háromszoros paralimpiai bajnok úszó, rendszeres támogatója az állatvédő szervezetnek. Nekem nagyon fontos, hogy minél jobb sorsuk legyen a cicáknak, és hát ezért is havi szinten támogatom az egyesületet, és mindig az a kérésem, hogy ivartalanítsunk, hogy ne legyen sok cica, árva cica, mert ez senkinek se jó, cicáknak se, meg a egyesületnek, meg nekünk se, akik látják, hogy árválkodnak a cicák, úgyhogy én ennek nagyon örülök, ennek a fotózásnak, és egy nagyon jó csapat van itt, akik itt ezt a fotózást csinálják, úgyhogy nagyon jó, és szerintem ez sokan fogják majd megnézni a különböző felületeken majd. Tetszett a fotózás, nagyon nyugodt volt a Félix, úgyhogy jól kijöttünk, úgyhogy elég jól bírt ezt a pár perces
megpróbáltatás, mert azért csak nem szokott ő se a reflektorfényben olyan sokat lenni. Az ötletgazdák egy a fotókból összeállított naptárt is szeretnének készíteni, ehhez szponzorra lenne szükségük. Ha sikerül megfelelő támogatót találni, akkor akár otthon is nézegethetik az állatbarátok a nemes lelkű kezdeményezés eredményét. A fotók az Összefogás a Bajai Cicákért Egyesület Facebook oldalán már elérhetőek. Csak nem 40 gazdátlan négylábúról gondoskodnak a Bajai Állatotthonban. Az ordidő beköszöntével egyre inkább fontos, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a még otthontalan kedvenceknek. És miért ellátogattunk a Bajai Gyepmesteri telepre, hogy bemutassuk az állatvédők munkáját. A tél közelettével egyre hűvösebbek a nappalok és az éjszakák. Az évnek ebben a szakaszában még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a kóborló kedvencek védelmére. A Bajai Állatotthonban már kora reggel kezdetét veszi a munka. Az állatvédőknek ugyanis minden gazdára váró négylábúról gondoskodniuk kell. A normál hétköznapok úgy telnek, hogy 8-ra érkeznek a dolgozók, és neki állnak takarítani. Először azokat a kutyusokat takarítjuk ki, akinek viszonylag kicsi a mozgástere, itt ez az első sor az, akik viszonylag szűk helyen vannak, meg a karanténos rész. Tehát őket engedjük ki először, de kitakarítunk, kifertőtlenítünk, utána bizonyos sorrendet követünk, és amikor mindenki ki van takarítva, ki van fertőtlenítve, ez egy olyan 11 óra körül szokott befejeződni, akkor kezdődik a séta. Tehát vagy kimegyünk ide az erdőbe velük sétálni, vagy az udvaron labdázni, vagy van olyan kutyusunk, akinek mind a kettőre szüksége van, tehát van egy mali német juhász keverékünk, ő hozzá tanácsot is kértünk, hogy ő vele mi a teendő, hogy hogy tudnánk megnyugtatni, mert teljesen be van zsongva a kennelben, úgyhogy őt először elvisszük egy 20 perces sétára, és utána egy 15 perc intenzív labdázással még fárasztjuk, de ugyanúgy van még egy-két kutyánk, akivel ugyanezt végigcsináljuk, úgyhogy a nap végére hullafáradtak vagyunk, de nyugodtak vagyunk, mert minden kutya kint volt, mozgott, játszott akár, vagy sétált. 3 alkalmazottunk van, ebben nagyon nagy segítséget nyújt nekünk a város, ő támogatja az alkalmazottak bérét. Tehát 3 emberünk van, aki minden nap itt megjelenik, mindenkinek más a feladata. Az egyik alkalmazottunk felelős a tisztaságért, a másik alkalmazottunk van az autón, tehát hogyha hívás érkezik, hogy kóborkutya, elütött cica, vagy elütött kutya, vagy bármilyen állati eredetű hulladék esetleg állatorvosoknál keletkezik, ő a felelőse, ő megy el érte. A harmadik munkatársunk pedig azért felelős, hogy az állatok mozgatva legyenek, illetve ő követi, hogy mindenki le van-e féregtelenítve, mikor jár le az oltás, ha jön a doktornő, akkor ki az, akit sorra kell vennünk, kinek mit kell beadni esetleg, vagy mit kell megvizsgálni rajta. De tulajdonképpen mindenkinek mindent kell tudni, mert itt civil foglalkozása csak nekünk van a két vezetőnek, de hát én most ugyanígy takarítok reggel, ugyanúgy viszek kutyát sétálni, és emellett nagy örömünkre egyre több az önkéntes, akik amikor tehetik jönnek, van, aki hétközben is tud jönni. Például van most egy idősebb hölgy, aki jelezte, hogy ő nagyon-nagyon szeretne, nem tud otthon kutyát tartani, de ő imádja az állatokat, úgyhogy minden nap jön a Virág nevű kutyusunkhoz, minden nap viszi sétálni, hoz neki valami finomságot, de viszonylag sok fiatal jelentkezik be, hogy szeretnének iskola után, vagy hétvégén ide élni és nekünk segíteni. Úgyhogy vannak már törzstagok, akik rendszeresen jönnek, ez egy olyan 5-6 fő, de egyre többen érdeklődnek, hogy szeretnének jönni és segíteni, úgyhogy ennek nagyon örök, remélem, hogy a mínusz 20 fokban is így gondolják, nem csak a nyári 30 fok melegben, de hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Jelenleg mintegy 40 gazdára váró kutyáról gondoskodnak a Jeromos Állatmentő és Természetvédő Egyesület telephelyén. A napokban egy 6 fős családdal, egy anya kutyával és 5 kölykével bővült a négylábúak száma. Ők Bács-Bokodról kerültek be hozzánk, egy udvarba futott be a kutyus szegénykém, és ott ellett meg, és akkor a szomszédok jelezték, ugyanis a házban nem lakott senki, hogy ott van ez az anyakutya, úgyhogy Bokodon a jegyzőnő segítségével befogták a kutyusokat, elhelyezték az önkormányzati kennelben, és akkor tegnap mentünk értük. Nem volt könnyű menet, ugye ilyenkor az anyakutya védi a kicsinyeit, de majd megbarátkozik velünk, mert most reggel is még olyan kicsit sasszézza mentünk be hozzá, mert morgott az anyakutya, de majd megérti, hogy nem akarjuk mi bántani őket, hanem csak szeretni.
Mindenképpen az első az, hogy először az anyakutyát kezeljük, tehát én tegnap felhívtam az állatorvost, hogy mi az első teendő, mi az, amit beadhatunk egy szoptatós mamakutyának, milyen féregtelenítőt, ugye bolha ellen levédjük. A kölykök nagyon picik, tehát én úgy satszolom, hogy nincsenek még kéthetesek. Mindenképpen minimum 8-10 hétig az anyuka mellett maradnak, tehát addig nem is hirdetjük őket, csak azért teszünk föl róla ilyen érdekes kis videókat. Megsatszolja az állatorvos, ugye, hogy mekkorák lesznek, mert ilyenkor mindig az az első kérdés, hogy mekkorák lesznek. Még azt se tudjuk, hogy fiúk vagy lányok, mert ugye nem tudunk oda menni hozzájuk, de majd eljön annak is az ideje, és nem ragaszkodunk ilyenkor. Általában külön szoktuk örökbe adni, külön az anyukát, és külön a kölyköket. Volt már rá példa, hogy kettő kutyát egyben vittek el, de az azért nagyon ritka. De előfordult már. Nem csak az új jövevényekről láthatnak fotókat és videókat azok, akik felkeresik az Egyesület Facebook oldalát. Az állatvédők minden négylábú állapotáról beszámolnak, ezáltal a gazdijelöltek már némi információ birtokában látogathatják meg a kiválasztott kutyákat. Van most egy érdeklődő Hollandiából is, úgyhogy az a jó, hogy így ugye továbbadják az emberek a hírt, sőt van olyan érdeklődő, aki budapesti, tőlünk fogadott örökbe kutyust, és ajánlott minket a barátainak, és már ők jeleztek, például az Almára, a most bekerült Mudira, érdeklődnek onnan. Úgyhogy ez a úgynevezett szájról szájra terjed a hír. Nekünk ez is nagyon jó, mert egyelőre azért még kevéssé vagyunk ismertek, de én örülök neki, ha valaki úgy gondolja, hogy olyan kutyát kapott örökbe, aki szép, egészséges. Tényleg nem árulunk zsákba macskát. Én ugye a Bonira van most érdeklődő, most ott a kis krémszínű kutyusra. Ő egy nagyon cuki, nagyon édes, de elmondtam tehát az érdeklődőnek, hogy a gyönyörű faházat egy éjszaka lebontotta. Tehát azt azért tudomásul kell venni, hogy nem kész kutyát kapnak örökbe, minden kutyával van még teendő otthon. Mert mi igyekszünk ugye a pórászhoz szoktatni, sétálni, cicákkal teszteljük, milyen a viszonyuk, egymással próbálgatjuk őket, de hát mondtam, hogy a Bonnie, ha otthon lesz hagyva, hát nem tudom, hogy mi lesz. Hát fokozatosan kell vele szoktatni az otthonmaradást. Fontos a személyes találkozás. Néhány alapvető kérdés már az első percekben eldőlhet. Amikor felkeres minket valaki akár személyesen, akár messenger üzenetben vagy e-mailben, hogy szeretne egy kutyára jelentkezni, akkor az az első kör, hogy kérünk egy nagyon rövid bemutatkozást. Tehát kikből áll a család? Anya, apa, gyerek, nagyi, hova kerülnek? Lakásba, kertesházba, és hogyha megoldható, akkor szoktunk egy pár fotót is kérni. Lakásról, a kerítésről, minden esetben elmondjuk, hogy akármilyen kutyust is visznek, a kerítés atom biztos legyen. Tehát ha egy kutya elkerül Budapestre, és a kertesházból ott valahol megszökik, esélytelen. Nincs helyismerete, nem fog visszatalálni, nagyon nagy szerencse kell hozzá, hogy megtaláljuk. Kisgyerekeknél szoktuk ajánlani, ugye van olyan kutyusunk, aki fiatal, fölugrál, elmondjuk, hogy vigyázni kell, mert borogatja a gyerekeket, tehát erre készülni kell, rá kell szólni, a kutyára nevelni kell, mert nem rosszból csinálják ők, hanem egyszerűen játékosak, fiatalok. És hogyha mindezt megkapjuk, akkor szoktuk javasolni, hogy jöjjenek le, ha tehetik. Például Budapestről is többen is úgy jöttek le, hogy egy kirándulás keretében lejött az egész család, körbenéztek, és beleszerettek a kutyába, szimpatikusak voltak nekünk is, előtte ugye már megkaptuk a képeket, elvitték a kutyát, azóta is kapjuk róla vissza a fotókat, hogy minden szuper, kisgyerek beleszeretett, teljes az összhang. Nagyon-nagyon jó a személyes találkozó, mert mindjárt látszik a kutya és az ember közötti kapcsolat. Tehát, hogy odafut, volt olyan, hogy mindjárt a nagyihoz odafutott a kutya, és a nagyi szeretgette, és volt, hogy a gyerekhez ment oda, és a kisgyerek. Volt olyan is, hogy a kisgyerek félt tőle, anyuka mondta, hogy nem kell, ne izgulj, és akkor mondta, hogy jó, hát majd a kisgyereket kell megnevelni, nem a kutyát, tehát mindenféle van, de mindenképpen szeretjük a személyes találkozót, mert abból nagyon sok minden kiderül. Egyre több a felelős gazda a városban. Sokan tájékoztatják az állatvédőket, ha kóborló négylábút látnak az utcán. Fontos azonban, hogy a közösségi oldalakra feltöltött poszt a megfelelő információkat tartalmazza. Feltétlenül szerepeljen először is a város neve. Mert sokszor fölteszik, hogy a Rákóczi utcában szaladgál egy kutya, és akkor hívnak minket, és akkor elmegyek az eredeti posztalóra, és kiderül, hogy Mohács, vagy Kecskemét, vagy valahol. Tehát mindenképpen Baján, a Cirkusz utcában szaladgál egy kutya, az lenne nagyon jó, ha meg is tudnák fogni, mert én elhiszem, hogy sokszor azért ugye az emberek félnek, nem mernek hozzányúlni egy idegen kutyához, csak ilyen az a probléma, innen ugye mi elindulunk,
mondjuk Baja Szent Istvánra, az minimum 20 perc. Mire odaérünk, a kutya sehol. Tehát nagyon sokszor belefutottunk már ilyen történetbe. Ugye akkor természetesen jó pár kört megyünk, de nagyon sok az önsétáltató kutya, tehát aki ki van engedve, és akkor fifike, majd pisil, kakil, és akkor majd hazamegy. Volt már olyan eset is, hogy ránk szólt a gazda, hogy engedjük már el, majd hazatalál a kutyája, nem kell hazaszállítgatni. Vannak az érdekes dolgok, de mindenképpen próbáljuk meg, ha lehet, akkor ott tartani. Tudom, hogy az embernél nincs pórász kéznél, meg nincs jutalomfalat kéznél, de nagyon nehéz egy olyan kutyát megtalálni, aki egy fél óra távolságra van tőlünk, és hát elszalad. Olyan is van, aki elszalad, és nem tudják megfogni. Nem egyszerű ez a dolog. Egyre többen vannak már, akik ott merik tartani, és akkor megvárnak minket, és akkor így hazakerül a kutyus jó eséllyel. Az állatvédők a továbbiakban is szívesen fogadják az adományokat. Jelenleg fertőtlenítőszerre és úgynevezett starter tápra van a legnagyobb szükség. Utóbbit ugyanis az anya és az újszülött kiskutyák is egyaránt fogyaszthatják. Ezen kívül minden szárasztápnak és játéknak örülnek a bentlakók, a legnagyobb boldogságot pedig természetesen az jelenteni, ha a telepen élők minél előbb szerető otthonra lelnének. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket, hamarosan újabb tartalommal jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Addig is szép estét, viszontlátásra!